legújabb részéből, és köszöntöm vendégünket, a sokak által már kedvelt és ismert Bhaktipád Prabhut. Akkor kezdhetjük is szerintem a kérdéseinknek a sorával, legelőször az elsővel, amit Ákos küldött nekünk. Kedves Bhaktipád Dász, először is szeretném megköszönni a munkáját, nagyra értékelem, amit csinál. Mint oly sok ember, én is a lét kérdésére keresem a választ. Tudom, hogy nagyon elfoglalt, de ha teheti, kérem, röviden magyarázza meg, hogy miért ne legyünk az érzékkielégítés rabjai. A védikus írások alapján sem értettem meg, hogy miért rossz út az érzékek kielégítésé. Előre is köszönöm a válaszát, Hare Krishna. Üdvözlöm, kedves barátaink! Akkor válaszolunk is a kérdésre. Egyik szempontból nem lenne semmi probléma az érzékkielégítéssel kapcsolatban, hogyha nem lentünk volna lelkek, mert hogyha mi lelkek vagyunk, akkor ez arra utal, hogy ahhoz, hogy lélek legyen boldog, ahhoz neki kell szerezni megvalósítást a saját lelki természetéről. És érzékkielégítés többféle hatással van a szervezetre. Az egyik, hogy nagyon testtudatot teszi az embert. Ez azt jelenti, bármikor bármi történik a testével, akkor ő nagyon szenvedni fog. A másik, a testnek van úgy mondjuk tudatlanság kötve erő, ami befolyásolja a tudatot és blokkolja az intelligenciát. Gyengíti az embert, mert azok, akik függnek nagyon az érzékelégítésen, ők nagyon le vannak gyengülve, és nekik nagyon nehéz elérni akár anyagi szinten valamilyen célokat. Miért? Mert a cél elérése érdekében embernek kell lenni lemondottnak. Most ezt félrerakom, azt félrerakom, és ezt félrerakom, ha tudjak menni cél felé. Szóval még az anyagi sikon is azok, akik sikeres emberek, ők kontrollálják ezeket a érzékjelgítési dolgokat. A másik, vagy a harmadik rész, az önmegvalósítás kapcsolódik szorosan a lelki szeretettel, hát igazából ez a cél. És érzékjelgítés, ez önzőséget jelenti, egoizmust. A lelki megvalósítás, vagy szeretet, ez önzetlenség. Amikor ember nem csak magára gondol, hogy én, nekem, hanem ő akkor boldog, mikor a többiek, mások boldogok. És ez a szeretet. Ezért az érzékielégítés az csak szűkíti a tudatot az embernek, és ember nem tud fejlődni. Ezért, hát úgy mondják, védikus írások Srila Prabhupád, ő nem mondja, hogy nekünk teljesen le kell mindenről mondani, mert ezt nem nehéz megcsinálni, hanem nekünk igény van valamilyen érzékielégítésre, és ami szükséges, azokat lehet, és fölöslegesen nem kell. Akkor nem probléma. Szóval lehet házasodni, ez is egy érzékielégítés, házasság, jó kapcsolat, feleség-férj között, akkor van ház, lehet egy házat, szóval nem erről van szó, hogy érzékielégítés annyira rossz, hogyha következetesek legyünk ezzel kapcsolatosan, akkor nekünk erdőbe kell élni. Mert minden érzékielégítés. Nem, nekünk van egy alap érzékielégítés igényei, és védek ezeket nem tiltják. De mikor fölösleges, mint most mondjuk fogyasztó társadalomban élünk, most már nem is termelő, hanem már fogyasztó társadalomban átmentünk, na az nem jó. Na az akadályozza. Ezt nagyon egoistává teszi embert, és ember nem fog tudni fejlődni. De szükségletekkel nincsen probléma. Ezt nagyon fontos érteni, hogy ne essünk lónak a túloldalára, hogy valaki most ott hagyja a családját, nem kell ott hagyni. Mert ez normális dolog.
főleg lelki gyakorlat, amit Bhakti Yoga javasolja, az pont ezekkel megengedett érzékielégítés szükségletekkel teljesen szépen tud tisztítani az embert. Köszönjük szépen. Következő kérdés az Hartyáni Ervintől származik. Kedves Bhakti Paddász, úgy tanultam, hogy valamikor Isten teremtette a sátánt, aki elhagyta őt és fellázadt ellene. Az ördög maga egy szellemi teremmény, egy létező személy, és vannak bukott angyalok lelkek, amelyek vele vannak. Azt is tanultam, hogy ma is hatással vannak a világra, a rendszer, a társadalom az ő irányításuk alatt áll, de az előadásokból azt szűrtem le, hogy az emberekben lakik mindez. Akkor kik a szellemi teremtmények, akik itt vagy más bolygókon élnek? Uh-huh. Jó, köszönjük szépen a jó kérdést. Igen, hát finom, ez a szellemi finom élő lények, az bárki lehet, azok lehetnek, akik szellemek, akik elveszítették ezt a testet, és szellemek maradtak, vagy a magasabb rendű bolygórendszer, ott finomabb testük van, azért, hogy ők itt ide jönnek, még nem tudjunk őket látni. Szóval ezek a szellemi lények, vagy finom fizikai testtel rendelkezők. Ez az egyik kérdés volt. A másik kérdés volt akkor a sátán, ördög és a többi. A sátán, ördög kapcsolatban Isten megteremtette lehetőségeket lelkeknek ebbe világba teljesíteni önző vágyokat. És azok a lelkek, az lehet emberi testben, mint mi vagyunk, hogyha valaki ateista, elutasítja Istent, és bűnbe merül, és a többieket buzdítja a bűnös életmódra, a védikus tudás szerint ez démonnak számít, vagy ördögnek, vagy sátánnak. Magyarul, hogy nincsen külön megteremtett, nincsen, hogy van Isten, és külön meg van teremtetve ördög, vagy sátán, aki örökké ez a sátán. Nem. Ez egy szerep, ez egy pozíció, és bárki, aki ateista, aki elkezd, ahogy mondtam előtte, ezelőtt bűnre embereket inspirálni, magyarul félrevezetni, Istentől ellenkező irányba vinni embereket, az sátán, vagy démon, vagy ördög. Aztán valamikor ő is meg tud tisztulni, és nem jelenti, hogy akkor ő örökké marad. Valamikor ő is utána megtisztul, megkapja visszahatásokat, karma, törvény nem hagy figyelemben kívül őket, akkor ők kapnak visszahatást, megtisztulnak visszahatás által, szenvedés által a bűneitől, és valamikor lehet ő egy Isten hívő. Utána. Szóval ez rajtunk múlik, hogy mi milyen irányt válaszunk. Azt, mert út egy, egyik úton van Isten, a másikon van a sátán vagy pokol. És akkor mi döntsük, hogyha erre megyünk Isten felé, akkor tisztulunk. Hogyha tőle megyünk el, érzékelégítés például, csak, önzőség, ez ide, ez a távol, másik irányba. És akkor utána, mikor mi már másokat is kezdjünk degradáltatni, rontani és mindent dolgokat csinálni, akkor minket lehet démonnak, sátának nevezni. Utána kapunk egy jó kis visszahatást, és akkor visszafordulhatunk, és utána lehet mondani, hogy szent ember. Ez így működik. Nincsen, hogy van el egy Istennek, nincs ellensége. Nincsen, hogy van egy sátán, aki nem tud legyőzni Isten, nem foglalkozik Isten. Csak a karma törvény az, úgyis a sátánokat rendezi. Istennek nem kell egy újat sem mozdítani. Uh-huh. Jó, köszönjük szépen. A következő kérdés, ez Roberttől jött. Jó napot! Az a helyzet, hogy valami visszahúz a fejlődésben. Ez a valami egy perverzió, ami miatt függő vagyok. Tudna segíteni ezt a vágyat gyökeresen kigyomlálni? Mi ez a perverzió? Hát általában nemi eltévejedés. Igen, ezzel kapcsolatban
azt tudnánk tanácsolni, mert hát először elmondom, hogy mi történik. Amikor egy lélek valamilyen érzékkielégítésben részt vesz, az bármi lehet. Az lehet nemi érzékkielégítés, nemi élet, az lehet alkohol, cigaretta, kábítószer, bármi más. És amikor ő nagyon tudatilag elmerül bennem, kapja nagy élményt, akkor ezt csinálja ez a szamszkár lenyomatot. És ez a lenyomat, minden többször megcsinálsz, annál ne erősebb, mélyebb lesz a lenyomat, ezek a szamszkárok. És utána ők irányítják, mert egy idő, bizonyos időszakokban, mert az elmegy a tudatalatiban, utána csak megint feljön, aktiválódik. És annyira is minden többször csináltam, minden jobban élveztem, annál erősebb, és ezért az feljön megint újra, mint egy vágy, és nem tudom más csinálni, másra gondolni, csak ez van a gondolatomban. Mert ez a szamszkár, és az irányítja engem, és nagyon sokszor nem tudok megszabadulni tőle. És ezt mondom, azért kábítószeres nem tudja hagyni kábítószert, mert ott már annyira felmegy, hogy elvonási tünetek vannak, de ez itt csak elmében van elvonási tünetek. Akkor a cigaretta függő emberek, akkor a nem élet függő emberek, alkohol függő. Szóval értsünk, hogy ez miért van, és ez igen, ez egy nehézség. Ez egy nagyon nehézség, és minden mélyebb, annál nehezebb kitisztítani, de lehet, hogyha mi társulást cseréljünk, hogyha mi próbáljunk minél többet társulni azokkal az emberekkel, a személyekkel, akik tiszta életet élnek. Mert amikor velük kapcsolatba kerülök, akkor az ők magas rendű elvek, a élet tudatállapot, az átveszem tőlük, és akkor kapok erőt felül emelkedni ezeken a vágyokon. Az egyik. A másik hatása, mivel velük társalok, ők nagyon határozottan gyakorolnak lelki gyakorlatokat, és kapok tőlük íz, az fontos, a lelki gyakorlathoz. És amikor én elkezdek velük, meg ők megsegítenek, javítanak, mint nagyon fontos, mint trénerek, ugye, segítenek helyesen gyakorolni, akkor fogok érezni, hogy ezek a vágyok kezdenek elveszíteni az erőt. Szóval ez az a társulás, az a legfontosabb társulás, és akkor ott könyvolvasás, hát ők már ott segítenek. De egyedül nem fogok tudni, mert elsodor. Nagyon erős, itt kell társulást keresni. Akkor, hogyha egyedül vagyok, akkor próbálni kell azokat a kizár az életemből, azokat a képeket, a hangvibrációkat, ami nem tiszták. Mert nem tiszta hangvibráció, újra fog erősíteni ezeket a szennyes vágyukat belőlem. Hogyha megtanulom, meg kell kérdezni szakértőket, melyik ez az, ami nem fér be már hangvibráció, melyik, ami igazán tiszta, mert nagyon sok hangvibráció van, ami tisztának tud tűnni, azt is kell. És akkor ez is fontos, hogy itt tisztaságban mindig feltöltenítve próbálok tartani a tudatomat, hogy csak azokat a dolgokat hallgatok. De valamikor ez egyedül nehezen menne, ezért a társulás legerősebb. Köszönjük szépen. Akkor a következő kérdés, ez Justin Mátyás kérdése. Mit csináltok a szexuális vágyjal? Fontos kérdés. Hát igen, itt ebben a anyagi világban a szexuális kapcsolat az a legnagyobb élvezet. Magyarul az egész világban a szervezés, amit látjunk, e körül forog. Ezek a mindenféle bonyolult dolgok, amit látjunk életünkben,
életünkben, ez minden e körül forog, van építve. Mert ez a legnagyobb élvezet. Nos, amikor valaki megismeri a lelki utat, lelki gyakorlatot, akkor ő megtudja, hogy van magasabb rendű élvezet. Rasabhyasya rasabhrajam. Param drishtva nivartate. A Bhagavad Gita-ban is lehet olvasni, hogy ez a visája, ez a legnagyobb élvezet ebben a világban, azonnal árnyékba fog kerülni, hogyha én megkapom a lelki íznek, lelki boldogságnak az ízét. Mert lelki gyakorlat, lelki boldogság, ez egy érzelem. Uh-huh. Ezért például a fontos a bhakti yoga, ahol Isten szeretetről van szó, nem a nirvánáról, ami ürességről, vagy csak egy ilyen kis felszabadulásról, mert ott nincsenek érzelmek, ezért a szexuális vágy, szexuális érzelmekre elviszi. De a bhakti yoga az azt jelenti, bhakti, ez a szeretet, Isten irányi szeretet, ez egy érzelem, és mikor valaki elkezd gyakorolni, elkezd tapasztalni benne ezt a lelki ízet, ami magasabb rendű. És ebben az esetben a durva szexuális vágy az csak így elhalványul, eltűnik. Mint hogyha mondjuk neked lenne a Trabantod, és te ez a legjobb autót, amire képes voltál összeszedni a pénzt, akkor tudnál kicsit tuningolni, meg szépen festeni, meg nagyon jó menne, lehet, hogy beraktál volna a wifi-t bele, akkor ezeket a mély nyomókat, és akkor nagyon ragaszkodsz a Trabanthoz. De valaki jön hozzá, te egy nagyon jó, ilyen kis jótékonykodó, és mondja, figyelj, add ide nekem Trabantot. Ah, ne, hát az a legjobb autóm. És akkor mondja neked, adok helyett egy Mercedes-t, vagy nem tudom, a legjobb autót a világban. És nem tudom mondani, melyik ez az a legjobb, de sokkal jobban. Akkor eszébe se fog jönni neked, hogy ragaszkodnál a Trabanthoz, azonnal feladod. De amikor nincs más, akkor az a legjobb. Ugyanúgy, hogyha ebben a világban nem tanulunk a lelki dolgokról, akkor ez a legjobb, a szexuális vágy, vagy a élvezet. Az igaz. És ezért, hogyha valaki nem tudja a lelki dolgokról, és próbálna, hogy csak úgy fejlődni, nem fog tudni kontrollálni, mert pszichopata lesz, mert nem lehet elnyomni magába. Nem lehet. Kórház lesz, pszichiátria. De amikor természetesen kapsz valami sokkal jobbat, akkor nincsen probléma. Ez a lényeg, hogy magasabb rendű lelki íz, azt meg kell kapni, a többi már nem fáj. Nem sodor. Uh-huh. Jó? Köszönjük szépen. A következő Nitai Prán Prabhunak a kérdése. Mi a spirituális egoizmus fogalma, ami a lelki élet legnagyobb ellensége lehet? Megfogalmaznád, mert lehet, sokaknak segítene. Spirituális egoizmus? Uh-huh. Hát van, inkább úgy mondjuk, hogy van hamis ego, és van tiszta ego. És a hamis ego az tud lenni a durva szinten, mint materialista emberek, és azok, akik ilyen ezoterikus, spirituális úgynevezett dolgokat foglalkozik. Ott is lehet hamis ego. Hogyha nézzünk a durva fizikai szinten, materialista szinten, hamis ego, amikor én vagyok a legokosabb, én vagyok ez a test, ez a fontos, én vagyok ez a test. És legokosabb, leggazdagabb, legszebb, és így tovább. A spirituális, vagy inkább mondjuk ezoterikus, amikor kicsit finomabb szinten
burbuva. Ott valaki gondolja, hogy ő már megvalósított, ő nagy guru, tud mindenki tanítani, mindenkinek tanácsot adni, amúgy kitalálja saját mondjuk utat, saját lelki utakat, hogy én tudom, hogy hogy kell csinálni. Szóval ő neki nincsen lelki tanítomestere, ő nem csatlakozik egy hiteles úthoz, hanem ő az út, ő csak úgy gondolja magát, hogy én. Ez a hamis, és ez nagyon veszélyes lelki útnak, mert ő nem halad sehova, és másokat félrevezeti. Amikor, hát ez a személy kultuszából alakul, amikor önimádatot szépen, finoman tud utalva így beindítani. Ez a veszélyes. A tiszta ego az az, hogy én szolga vagyok. Hogy én van Isten, én lélek vagyok, Isten legfelsőbb lélek, és van egy lelki tanítómester láncolat. És én nem magamtól, mert nem lehet kitalálni, mi a lelki út, hanem én elfogadom Istennek a rendszerét. Mert Isten megmondja, hogy ha nem fogadod el a rendszeremet, akkor én mit fogadjam el téged, mert te nem fogadtál engem. Ha elfogadom Istennek a rendszerét, akkor én elfogadtam Istent. És akkor ő mondja, hogy én nem én mondom, hanem ő ismétli azt az igazságot úgy, ahogy van, változtatás nélkül, ami mondjuk több millió évvel ezelőtt Isten átadta. És akkor ő mindig mondja, hogy lelki tanító mesteremnek a szolgája vagyok, a népnek a szolgája vagyok, én nem vagyok guru, én szolga vagyok. A guru nem gondolja magára, hogy ő egy guru. Aki gurúnak gondolja magát, meg kell kérdőjelezni. Szóval ez a tiszta ego. Szóval ő nem azért, mert ő gurú is terjeszt a tudást, a igazi gurú, igazi tiszta egós, spirituális ember, hanem ő megízlelte magasabb rendű lelki ízeket, ő látja, mi a igazi élet értelme, és ezzel által szolgálja emberiséget, hogy szeretne ők is legyenek boldogok, és adja át azt a tudást, megossza másokkal. Nem azért, hogy tisztelve legyen, vagy kapjon be érte pénzt, repülőt, valamit, hanem csak azért, mert nagyon szeretne másoknak boldogságot szerezni, és ő egy szolgálatnak ezt látja, ez a tiszta ego. Egy röviden. Röviden. Köszönjük szépen. Következő kérdésünk Mayer Nórától származik. Azt meg tudnád magyarázni, hogy a lelki degradáció júgáról júgára miért van? Mi okozza? Miért így lett teremtve az anyagi világ? Erre van válasz? Miért nem inkább fejlődünk? Köszönöm. Rendben, akkor teremtve van a világ, Ampurnamada, Purnamidam, Purnat, Purnam, Udacsyate. Purnasya, Purnam, Adaya, Purnam, Evavasisyate. Srila Prabhupada magyarázza egyik előadásba ezt a verset, ez a Sri Isopanishad, hogy a világ Isten tökéletes, és neki van tökéletes terve. És ezt a világot tökéletesen megteremtette a tökéletes terv szerint. Szóval ez nem csak úgy pump, felbukatna, lássuk, mi lesz belőle. És a terv szerint az van, hogy degradál, de egy szempontból degradál, de utána mindig van ciklus, újra indul, és legmagasabb pontról. Ezért nem, egy szempontból mondhatjuk, hogy minden degradál ebben a világban. Hát minden így fel is van építve, új autó rozsdás lesz, degradál, elromlik, valaki megöregszik, degradál a test, ugyanúgy a tudat is degradál. Azért van így teremtve, ciklusok vannak, és van, amikor az eleje, a Szatya Yuga első korszakban ott nagyon mindenki
nem degradált, hanem nagyon civilizáltak, tudatilag nagyon-nagyon megvalósított szentek. Utána jelenik meg egy kicsi degradálás, utána fele-fele, ez a Dvapara Yugában, harmadik korszakban fele degradált, fele felszabadult, vagy szent ember. És most ebben a korban alig találunk, akik nem degradált tudattal rendelkeznek. Miért van így? Ez kapcsolódik a másik utolsó kérdéshez, hogy miért teremtette Isten a világot? Azért teremtette, mert a lelkek rendelkeznek vágyakkal, és önző, egoista vágyakkal. A lelki világban ott nincsen helye egoista vágyoknak. Ott minden vágy önzetlen, mert a szeretetről van szó. De valamikor lélek megpróbálja egoista lenni, önző, hát ha így jobb lehet a boldogságom, hogy én leszek Istent, én tudok kontrollálni, mert ebben a világban mindenki kontrollálni akarja. A feleség a férjét, a férj a feleségét, akinek nincs férj feleség, akkor a gyerekét, vagy aki a kisebbet, a munkának a beosztottokat. Hogyha embert nem tudjuk kontrollálni, veszünk kutyát, macskát, legalább őket kontrollálunk. Ül, fekszik hozzám, és ezért teremtette ezt a világot Isten, hogy azok a lelkek, akik lázadok, úgy mondja Srila Prabhupád, Isten ellen, tudjanak a vágyakat teljesíteni. És például, hogy a fejlődő korszakban, Szatya Jugában, első korszakban, ahol csak szentek vannak, ott azok a nagyon degradált vágyokkal rendelkező személyeknek nincs lehetőség, akkor nem kapnak emberi testet. Nem tudnak teljesíteni, akkor nem lehetne Isten igazságos. Ő nem akarja szabad akaratot engedni, befolyásolni a lelkeknek, hogyha vannak degradált vágyok, akkor erre megcsinálja fokozatosan ezt a korszakot, ahol a legaljás vágyokkal lelkek kaphatnak emberi testet, és teljesítsenek ők is a vágyokat, mert ez az igazságos. És közte azok a személyek, akik rájönnek, hogy valami nem jó, ez így nem nagyon megfelel, akkor ők keresnek kiútot. Vissza a Istenhez a utat keresnek, és nem teljesítenek ezeket a vágyokat. Szóval ezért Prabhupád magyarázza, hogy, hogy tudjanak vágyokat teljesíteni a lelkek. Köszönjük szépen! Következő kérdés Somától jött. A kérdésem a teremtéssel lenne kapcsolatos. A keresztény felfogás szerint a világot 7 nap alatt teremtette Isten. A védikus 7 nap nekem, mint időtáv a teremtés esetén racionálisabbnak tűnik, de lehet csak azért, mert én nem vagyok Isten. Hogyan ment végbe a teremtés a védikus világnézet szerint? Ez a teremtés véges, vagy azóta is folyamatos, vagy ciklikus? Például csillagok születnek és hunynak ki. Mi is újra születünk, de ez mennyiben változik a Kaliuga végén? A lelkekkel mi fog történni? Köszönöm előre is válaszod. Akkor hát ez az elképzelés, hogy 7 nap alatt Isten teremtette, ez egy vagy allegórikus, vagy materialista szemszögből próbál valaki felfogni. Mert Istennek, Isten mikor teremti, ez nem jelenti, hogy ő dolgozik 5 napot, vagy 6 napot. Hanem ő belőle kiáradnak az energiák, és ezek az energiák különlegesek. Nekünk is vannak energiáink. De mi energia, és Isten energia teljesen, mint a ég és a föld különbségbe. Az ő energia Svabhaviki Gyana Balakriyacha. Parasya Shakti Vividaya Shruyate. Ez egy érdekes dolog, hogy szóval Isten nem veszi személyesen semmibe részt, hogy ő most teremti. Hanem ezek az energiák
Svabaviki. Ez azt jelenti, hogy önállóan tudnak működni. Akkor Svabaviki, Gyána, ezek az energiák tudással rendelkeznek. Kriya, a teremtő energiával tudnak teremteni. És ezért őneki nem kell 7 nap, 5 nap, az egy pillanat alatt megtörténhet. Az lehet, persze le van írva egy ilyen időmetszetben, hogy hogyan alakul, van egy pradán, van mindig olyan, mint a előkészül, hogyha mi fogunk, megvásároljunk a zöldségleveshez a dolgokat, és egybe van dobva az egész kupacba. Szóval ugyanúgy először van egy ilyen anyagi energia, ami összetevők vannak, indifferenciált, ez azt jelenti mozdulatlan energia, ami alap finom energia, nem, ez nem kell úgy képzelni, hogy most az univerzumot összegyűrünk egy ilyen gyurmába, hanem ez finomba van, finom energiával, és utána, és ott nincsen idő, nincsen karma, nincsen semmi, ez csak egy ilyen indifferenciált, az azt jelenti, hogy mozdulatlan. Aztán Isten beindítja ezt az energiát, és akkor bejön oda, belép az idő, ez is egy energia, mert időbe kell történjen, akkor aktiválódnak 3 kötőerők, és akkor most nem fogok mesélni, mert úgyse fognak érteni rögtön, ez nem olyan egyszerű, de amikor elindul, akkor meg lesz teremtve egy alap dolog az univerzumnak, és utána van egy másodlagos teremtés is, amikor maga az univerzum belül ki vannak alakítva a bolygórendszerek, a bolygók, ez egy másodlagos teremtés. És akkor élőlényeknek a testek meg vannak teremtve, mantrák által, megvan az univerzum, és én nem annyira olvastam védikus írásokból, hogy születnek csillagok és hullanak, vagy valami, az valami, ez egy modern tudomány ezekről beszél, de én ezt nem hallottam, hogy ez pont így van. Szóval így van teremtve, hát lehet több részletbe menni, de próbálok úgy válaszolni, hogy érthető, fontos, hogy érthető legyen. Most csak egy példát mondom. Amikor meg van teremtve egy rész, mert kezdődik a teremtés, akkor ahhoz, hogy működjenek az atomok például, akkor Istennek van egy kiterjedés, ez kiterjedése, egy avatar, ami belépni kell az atomokba, mert atom most is matematikailag, amikor tanulmányoznak az atomnak a összetevését, nem lehet érteni, hogy miért nem esik szét. De nincsen semmi, ami ezeket az elektronokat, műnőzónokat, protonokat egybe tartsa. Akkor ott van egy plusz Istennek egy energiája, ami egybe tartsa. Szóval ott van olyan sok bonyolult dolog, amire nem lehet rájönni, hogy működik. Uh-huh. Mert Isten valahol így beavatkozik egy ilyen lelki dolgokkal, másképp nem működne az egész világ, nem működnek az atomok, semmit. Akkor például azt is, hogy hogyan működik a nap és a hold, mert ezek a fényadó bolygók. Mi azt úgy tudjuk például, hogy a hold az a napnak a tükrözése, a visszavérő fényt. De Bhagavad Gita-ban nem azt olvasunk. Prabhasmi Sási Szurjaja. Azt mondja, hogy én vagyok a napnak és a holdnak a fénye. Én adok ezt a fényt. Mert lehetetlen, hogy milliók éven keresztül világít és süt a hőt a nap, és nem hűl ki. Honnan szed energiát? Isten adta azt az energiát, amelyik egyfajtából táplálja a napot energiával. Szóval így teremtette, nem
hogy úgy van, hogy meg van teremtődve, és nem, ahogy most olvastam kérdésekben, hogy akkor ez most mostanig teremtődik, nem teremtődik semmi. Ez ugyanolyan, amikor valaki gyárba meggyártott egy autót, te megveszel, akkor nem gyártódik az autót tovább, az már megvan készül a produkt, termék. Uh-huh. Szóval univerzum, ez egy kész termék, megvan neki a burkok, amilyen burkokban vannak, például amikor mondják, hogy lehet látni másik galaxisokat, vagy univerzumunkat, nem lehet látni. Ez nem azt, amit, ez nem azok, amit látnak. Hát mert csak azért, mert a távolság is túl nagy. És hogyha megnézünk, úgy mondják az univerzumnak az a neve, szanszkritul Brahmanda. Brahmanda, ez azt jelenti, hogy Brahma tojása, mert az univerzumnak a formája, mint egy tojás, ilyen ovális. Hmm. És akkor benne van sok folyadék, az univerzum a félig. Félig a folyadék, majd mindjárt megmondom, mert ez egy érdekes, mi ez a folyadék. És utána fölötte van, hát lehet mondani három bolygórendszer, lehet mondani 14 bolygórendszer, minden arról van szó, csak más kategóriákban. De három bolygórendszer az egyszerűbb, van a felső bolygórendszer, ahol civilizáltabb lények élnek, van a középső bolygórendszer, hova tartozik a Föld, és van a alsó bolygórendszer. Szóval ez az univerzumnak a szintek 3, vagy 14, vagy 7, annyi sok mindent lehet mondani, és mindegyik igaz, csak más kategorizálás alatt van. Az a folyadék, ami van, Garbhadaka, Garba óceán, hogy mondják, az univerzumnak, amikor Bibliában valaki olvas a vízözömről, ez a védikus írások alatt támasztják, van részleges pusztulás az univerzumban, amikor vége a Kali korszaknak, mi most mi ebben korszakban vagyunk, ami 432 ezer évig tart, de 5000 valamennyi éve ezelőtt kezdődött, és a végén akkor általában részleges pusztulás, amikor ez a garba, ez az univerzumnak a vízei, ez az óceán, az felönti vízözöm lesz. Nem összes bolygót, hanem egy pár bolygó megmarad, a többit felönti, utána visszamegy, és utána újra jön a részleges teremtés, újra lesznek élőlények, emberek, és folytatják a folytani valókat. De valamikor van teljes pusztulás, amikor teljesen elpusztul az univerzum, utána őről van teremtve. Köszönjük. Múltkor beszéltünk, igen, hogy 311 trillió, 40 milliárd valamennyi év. Igen, egy fölfoghatatlan. Addig ez a teljes pusztulás akkor történik. Uh-huh. 311 trillió, 40 milliárd valamennyi év után teljes. Addig nagyon sokszor részleges pusztulás. Nagyon sokszor. Megmondom mennyi. 365. 1365-re az mennyi? Vagy 360-ra? Ez a 360 ezer. És ez 100-ra? 360 ezer 100-ra, na ennyiszor elpusztul részleges pusztulásba az univerzum, ameddig véglegesen elpusztul. Oké? Okay. Köszönjük szépen. Következő kérdés, ez Zitától jött. Szia, a meditálással kapcsolatban lennének kérdéseim. Próbálkozok régóta vele, legtöbbször nem sikerül. Viszont volt, hogy képek villantak fel, de olyankor, mintha a meglepetéstől kizökkennék. Egyszer egy férfival kapcsolatban jött két kép. Először őt láttam, utána pedig egy kisfiút. Ekkor kizökkentem. Nem tudom, mit jelenthet, vagy hogyan lehet rájönni, mit jelenthet. Lehet, hogy valamit rosszul csinálok? Köszönjük szépen Zitának a kérdést. Hát attól függ, hogy mit meditálok. Uh-huh. Szóval mi a meditáció tárgya? Mi a meditáció célja?
Mert hogy meditálok, hogy valaki férfire, gyerekre, akkor most az bevillan, vagy nem villan be, még elmébe, az egy dolog, de fontos tudnunk, hogy meditáció tárgya, mi az melyik érdemes. Mert akkor fogok tudni, hogyha tudom, mi a meditáció igazi célom, akkor kapok rögtön választ magamtól, hogy ezzel, amikor bevillan fiú vagy férfi, az micsoda. Hogyha meditáció tárgya a transzcendentális, lelki, lelki önmegvalósítás, akkor én tudom, amikor ezek bevillanak, vagy megjelennek elmébe, akkor ez lehet, hogy csak egy szamszkár. Valamikor valahol valakivel találkoztam, és akkor csak feljött ez az élmény, ez a kép, és akkor ott van. Akkor ez nem az. És másik, hogy fontos, igen, szakértők mellett tanulni meditálni. Mert hogyha nem szakértők mellett csináljunk, akkor hát nem tudjuk, hogy mi az a meditáció, mi az, ami nem érdemes gondolni mire, vagy elfogadni, vagy látni. Csak egy példát mondom. A Srila Prabhupád, amikor Amerikában volt, akkor egyik jött hozzá, egyik tanítványa, és mondta neki, hogy kedves Srila Prabhupád, amikor meditálok, akkor látom kék ragyogást. Ez mi? Ez valami? És akkor mondta a Srila Prabhupád, csak folytassál tovább meditálni, majd elmúlik. Tehát azért nekünk kell szakértő, mert mi nem tudjuk, mi azt gondoljuk, valamit el kell képzelni, valamilyen kép kell megjelenjen, vagy ez az. Nem pont ez így működik. A transzcendentális meditáció. A transzcendentális meditáció először ott a mantra meditáció kell történjen. És először meg kell tanulnom figyelni a mantrára. Ott mind, és pont akkor annyi képbe fog jönni, mivel az elmében ennyi sok karmánk van, szamszkár, és ezek pont nem engedjünk, hanem csak én, és a mantra kell, hogy legyen. És majd, amikor én kitisztítom ezeketől a karmától az elmémet, akkor a maga Hare Krishna mantra, ő fog adni képet. Az is meg kell kérdezni szakértőtől, mert az itt, ami nagyon jó csinálja, és mutatja, hogy ő intelligens, mert ő kérdez. Én nem most elszalad mindenkinek, mondja, figyeljetek, elértem a igazi meditációban az igazi dolgokat, hanem kérdez. Na, ez az intelligencia, ez mutatja, hogy ő nem akarja olcsó dolgokkal megetetni magát, hanem kérdez. És ezt kell tovább csinálni. Amikor valaki mantrázik, mert a szentírások és a szent emberek megerősítésébe, akik megvalósították a Hare Krishna mantra meditációt, és azt mondják, hogy van a Namasmaranam, először én megtanulom a mantrát figyelni, semmi más nincs, csak a hangvibráció Hare Krishna. Amikor figyelek rá, akkor van ez a kapcsolat, és akkor megnyílik a mantra. Mert mantra Binatvam Namanaminam. Ez a Hare Krishna mantra, ez maga Isten, nem különbözik Istentől. És mikor tiszta a tudatom, akkor megnyílik a mantra, és fogok látni Istent. És ekkor gyorsan el kell menni, és megkérdezni a lelki tanítómestert, most megint az elmém valamilyen dolgokat produkál, vagy ez igaz? Szóval meg kell kapni megerősítést, és ezért az itt az egy nagyon nagy érték, hogy ő szeretne kapni megerősítést. Szóval, igen, szóval ez egy folyamat, a meditáció, ez nem csak amikor én leülök, hanem például a bhakti jog, ez az egész nap. Mi úgy kelünk, mi úgy eszünk, mi úgy cselekszünk, hogy minden nap, egész nap meditáció. Igazából. És utána valamikor leülök, és csak azt csinálom, Hare Krishna mantra, meditáció. Akkor fog működni, és ez egy folyamat, mert meg kell tisztulni a tudatnak, át kell menni egy pár szinten, és utána majd
fog jönni a kép, és akkor sok minden más tulajdonságok, és a többi, guna, lila, minden. Köszönjük szépen. Következő. A Bhagavad Gita fényében mi tudná segíteni a gyenge embereket, akiknél a lélek késznek tűnik, de a test erőtlen, hogy úgy éljenek, ahogy Isten szerint helyes? Sokan vagyunk, akik szeretnénk tenni a jót, de csak rosszul tudunk tenni. Például már sokat hallott az ember, hogy nem egészséges a húst tenni, és már tiszta szívvel, lélekkel vágyik rá, hogy többé ne ácson azzal egy drága léleknek, hogy megeszi. Már hallott rengeteg tanítást is róla, hogy mi lenne a helyes, és mégis állandóan kudarc az osztály része, mert a fizikális kémia az úr. Sajnos még soha senkit nem lehetett hallani, hogy mi lehet a kulcs, a megoldás. Akiknek sikerült, hogy meg tudtak szabadulni, ők sem tudják, hogy mi segített, hogy sikerült átváltani. Jó lenne már végre azt tudni tenni, amit szeretne az ember, azt a helyeset, ami a meggyőződése. Ezt Székely Mária kérdezte. Jó, nagyon jó kérdés, köszönjük Máriának. Srila Prabhupád mondta, hogy mi nem fogunk tudni csinálni, hogy csak valamit fogjuk, kidobjunk az életből. Ez nem fog menni. Ezért itt van ez a kérdés, ami Mária megvalósított ebbe. Hogy próbálkozik, valaki próbálkozik, most a húsevésre, hogyha beszéljünk, ez nem fog menni. Mit kell csinálni? Én már mondtam társulásról, hogy megfelelő társulást kell keresni, ez nagyon sokat számít. Mert amikor mi ülünk egymással, nekünk a tudat cserélődik. És hogyha én egyedül vagyok, egy nagyon nagy csoportban, ahol degradált a tudat, akkor ez engem le fog húzni mindenféleképpen. Ezért kell olyanokkal, akiknek a tudatja magasabb, mint az enyém, hogy fölfele húzzanak, mert a tőlő fogok kapni lelki erőt is. Ez egy. A másik, hogy kezdjünk nem azzal, hogy valamit kidobom az életemből, hanem hozzáadom. Hozzáadom a lelki gyakorlatokat. Akkor próbáljak, elkezdenék mantrázni szépen, akkor megszentel felajánlott ételt enni. Például a felajánlott ételt már, ott már rögtön van, hogy az a részt ajánlhatsz, ami vegetáriánus. Te nem úgy, hogy megfőzünk a húslevest, kiveszünk a húst és felajánljunk, megszenteljük, az nem működik, ami nem volt érintkezve a hússal. Akkor lehet egy ilyen szent ételt. És utána valaki eszik húst, de akkor ne ajánljon fel, ne szenteljen, mert ez nem lehet megszentelni. De hozzad az életébe, hogy valamit ajánlja, megszenteli. Mert ez nagyon tisztítja a létét, nagyon tisztítja a tudatot, az elmét, erősíti az intelligenciát, erősíti a képesítést a lelki felfogásukra. Akkor mantrázni, társulni, olvasni, olyan, vagy hallgatni, olvasni olyan irodalom, ami én javasolok Srila Prabhupád könyveket, mert az egyértelmű, hogy szent személy írta, és olvasni az ő könyveit, akkor hallani, társulni, és lelki gyakorlatokat gyakorolni. Kezdődik a lelki gyakorlat, ez a Hare Krishna mantrával. Utána az fog történni, hogy fejlődni kezd a tudatom. Amikor fejlődök, akkor ezek a szennyes dolgok magától leválnak rólam. Fájdalom nélkül. Ez a természetes. Ez, hogy nem megint a sokszor emberek összekeverik a lelki életet az önkínzással. És akkor kínozni kell magát, mert az ember utána annyira frusztrált lesz, negatív lesz, annyi traumát másoknak is tud okozni. De aki lelki gyakorlatot gyakorol, ő elégedett, boldog, kapja erőt, és magától felül emelkedik ezeken a dolgokon, és mondja, fú, hát ez nem most, nem kell nekem. Köszönjük szépen. Következő.
Áki Light, remélem jól ejtem ki a nevét, kérdése. Miért nem látunk a múzeumokban több tízezer évvel ezelőtti fejlett civilizációk által hátra maradt tárgyi bizonyítékokat? Hogyha láttunk is volna, nem értettünk volna, az mi. Lehet, hogy vannak körülöttünk olyan bizonyítékok, csak mi nem, mivel más tudattal rendelkezünk, mi nem tudjunk, az mi. Ugyanúgy, hogyha most elmegyünk a Afrikába, ahol vad törzsök vannak, és nekik odaadjunk egy iPhone-t, vagy valami más font, vagy smartphone-t. Nem, ez neki, nem fog gondolni, hogy ez valami fejlett civilizációnak a tárgya. A furcsa valami dolog, kész. Szóval nekünk egy betegségünk van, hogy mi azt gondoljunk, hogy mi mindent meg tudjunk érteni, és mi rendkívüli csúcs civilizáltak vagyunk. De fogadjunk azt az igazságot, hogy mi ebben a korban nagyon civilizáltlanak vagyunk, és hogyha nekünk tényleg valami civilizáltat mutatnak, nem tudok megérteni. Akkor megértem, hogy miért nincsenek múzeumban dolgokat nem találhatunk, amin civilizált jellek vannak a múltból. Amúgy vannak, amit tegnap is beszéltünk, találnak ilyen tárgyakat, találnak ilyen repülő dolgokat, ami mutatja, hogy hú, nagyon civilizált. Akkor ott vannak a szentírások. Ez miért nem tárgy? Ott olyan dolgokról lehet olvasni, olyan nyelven, annyira fejlett, civilizált nyelv a szanszkrit, hogy ilyen nincs más a világban. Ez egy bizonyíték tárgy, ez a könyv. És olyan írások, például a vásztó megint, hogy kell a térséget rendezni. Ez zseniális. Hogyha valaki otthon ott úgy berendezik, akkor meg tud érezni, hogy máshogyan éle az életet. Akkor ott van az Ayurveda. Ez nem egy tárgyi bizonyíték? Amikor Budapesten én elmegyek az orvoshoz, az Ayurveda orvoshoz, három újat rak nekem ide, és minden mond rólam. Ezt tanult, mert ez egy Ayurveda tudomány, ez le van írva. És akkor mondta nekem, hát valakinek megmondja, hogy te mit csináltál 10-20 éve ezelőtt. Ezért most a gyerekednek ez a probléma. Csak ez egy elrakja. Búzos nézi. Nekem mondta, magas a vérnyomásod. Mondom, hát nekem még sose volt. Nem vitatkozott. Hozta a vérnyomás mérőt, megmértük tényleg. Szóval tárgyi bizonyíték itt van. Mit akarunk meg? Mit akarunk látni? Az épületek, amik vannak Indiában, vannak Afrikában, Egyiptomban, ami mai napig ember nem érti, hogy volt felépítve. Itt van, a szemeink előtt vannak a tárgyi bizonyítékot, és nem látjuk. És a védikus írásoknak megint is csak egy pár dolgot mondtam. De azt le van írva, hogy néz ki az univerzum. Ez is egy mutatja, hogy egy degradált ember 5000 éve ezelőtt nem bírta volna leírni eszközök nélkül. Mi most büszkék vagyunk, nekünk van valamilyen fiktív teleszkopok. De azt sem tudjuk, hogy ki néz ki az univerzum. Hát nem univerzum, mi nem tudjuk, hogy néz ki egy emberi test belül. De ha ayurvédát fogok olvasni, ott van neked, hogy néz ki a test, asztrológia leírja, hogy néz ki az univerzum, és akkor elkezdjünk vizsgálni, akkor fogunk látni, hogy ez mind igaz. Itt vannak nekünk tárgyak. Bizonyíték. Rendkívüli nagy civilizációról, rendkívül nagy fejlett tudásról, a tökéletes tudásról. Hogy ezt, ha le van írva, ez azt jelenti, ha valaki használta. Az nem csak, hogy leírták, és na, rakjuk már most múzeumban, mert a Kali Yugában majd YouTube-on fognak kérdezni, akkor hogy mutassanak meg. Nem azért voltak ezek a könyvek, hanem ez napi írások volt. Ez alapján élték az életét. Ezért nem voltak betegségek, mert a könyvek feltárolják a
hogy működik a pszichika, mik a boldog élet törvényei, és ez szerint, hogyha élsz, és ha vászem, mi nem szarám, jel ki csak a temgyadát, tényleg csak tényleg budjuta, mangridhá kasse szidhanam. És Upan is át már mondja. Aki tudja ezeket a törvényeket, hogy ki ebbe a világban minden, és mi a te részed, ami neked ki van bocsájtva, akkor akár mennyit élhetsz boldogon, na karma lipeten erre, és nem teremtesz magadnak szenvedést. Nem ragad rád a karmát, nem teremtesz a karmát. Szóval így élték, ez a tudás, napi tudás szerint, ezért egészséges, boldog és fejlődtek. Szóval vannak tárgyak, bizonyítékok, amennyit akarunk. Köszönjük szépen. Szintén Áki Lájt kérdése, hogy a 400 ezer emberi faj alatt az összes emberszerű földi és földön kívüli fajt kell érteni? Igen. Igen. Nem tudom én most fejből mondani, hogy hány faj a földön van, de ez a 400 ezer faj, ez egész univerzumnak az emberfaj. Uh-huh. Igen. Köszönöm. Oké, következő kérdésünk. A Bhagavad Gita-ban van egy hasonlat, miszerint két madár ül a fán. Az egyik, a dzsíva, eszegeti a fa gyümölcsét, a másik, a paramatma pedig tanulja mindennek. Ezt úgy képzelhetem el, hogy én vagyok a szívtérben, mint dzsíva, és összeköttetésben vagyok a paramatmával, mint gyökérrel, mint mindennek gyökerével, és úgy tanulja ő mindennek. Közben pedig a Bhagaván Golókán végzi kefteléseit, és közvetlenül nem vesz részt az anyagi világbeli minden történésben. Csak így, mint összeköttetés az élet vagy gyökerével, és hogy a Hare Krishna mantra akkor Bhagavánhoz szól, közvetlenül szól, mégis Golokán, személyesen? Ez Zsanett kérdése. Zsanett. Uh-huh. Köszönjük a Zsanett kérdést. A Bhagaván, először tisztázunk, hogy mit jelent ilyen Bhaga. Bhagavan. Érdekes, hogy Bhaga szótól ered egyik orosz szó, Bhaga, bagáctva, gazdagság. Bhaga van, ez azt jelenti, aki van, rendelkező. Aki rendelkezik, az összes kincsel. Ez Isten. Minden az övé. Ezért őt mondjuk, hogy ő a Bhaga van. És Istennek van sok avatár, kiterjedés. Szóval igen, ő személyesen a lelki világban van azokkal a lelkekkel, akik tiszták, akikkel van szeretett kapcsolatok, na megint van formájuk, szóval nem csak ilyen fények van, amit rohangálnak a űrbe, így lebegnek, hanem ott van egy természet, vannak lelki bolygók, és ez a Goloka, a Loka, ez bolygót jelent. Akkor ott van szeretett viszonyuk. Mi, amikor itt vagyunk mi lelkek, akkor ő mindegyiknek a testébe is van Istennek egy kiterjedése, nem személyes, mert ő képes lenni egyszerre több helyen, szóval ő Istennek nincsen, úgy mondjuk, hogy szarvagja, vagy szarvagata, mindenhol ott van Isten, ő tud kiterjedni, ő neki van minden átható aspektusa, ezért különbség mi és ő között. Ezért miért ő tud bármikor, bárhol megnyilvánulni, mert ő átható aspektussal rendelkezik. Mi nem vagyunk azok. És van egy aspektus, amit paramatma, parama, atma, felső lélekként. Szóval, amikor, szóval én, amit Bhagavad Gita-t idézi, hogy van egy fa, ez a test, mint egy fa, és a lélek, mint mi egyéni lelkek, mi ülünk ezen a fán, ott a szívnél, majd egyszer majd tartok előadás, hogy hogy működik ez az egész, nagyon érdekes. És mi egyszerű egyéni lelkek élvezünk a fának a gyümölcsöt, szóval mi használjuk a testet az önző tere vágyokra. A paramatma, a második madár, a felső lélek, ő mellettünk van, és ő egy tanú. És ő igazából próbál észhez téríteni minket, amikor mi néha halljunk lelkiismeretet.
hú, ez nem kéne csinálni, nem kellett megbántani, nem kell ilyen agresszív lenni. Sokszor mi tudjunk ezt érezni, tapasztalni, hallani, és érzünk ez a lelkismeretet, hogy most hibáztam. Ez a szerencsés állapot, mert még halljunk ezt a paramátmát, és ő próbál ebbe segíteni. Amikor valaki nagyobb bűnös, akkor ő már nem hallja. Vannak olyan ugye, emberek, olyan bűnöket követnek el, hogy semmi lelkismerete nincs, semmi szorongásuk sincs. Szóval így kell látni. Ő a tanú, mit teszünk, mindent lát, mindent tud, mit teszünk. A paramátma, ez az Istennek kiterjedése, de viszont nem akarja szenvedjünk, de ha akarunk emi hallani őt, vagy nem, ez már a mi hatóság alatt van. Köszönjük szépen. Következő kérdés. Krisna a legfelsőbb úr, mégis saját maga avatárja is. Hogyan lehet ezt értelmezni? Nem saját maga avatárja, hanem ő avatári, nem avatár. Avatári, ez azt jelenti az avatárnak a forrása. Szóval minden más avatár, minden más kiterjedése, Krisnának a kiterjedései, ez a Vishnu, Rama, Nrisimha, és hát végtelen van, Matsya, Kurma, ez mind avatárok, de Krisna avatári, ez ő a forrás. Ő eredeti, és tőle minden más avatár, kiterjedés, ahogy lehet, akarjuk mondani, minden tőle jön ki. Jó, köszönjük. Krisnastu Bhagavan Svayam. Ez a Srimad Bhagavatam mondja, hogy igen, vannak a többféle kiterjedés avatárok, van úgy mondjuk, hogy részleges, résznek a részei, most nem megyünk ebbe az egészbe, de le van írva az egész tudomány, ez hogy működik. Rengeteg van kiterjedés, avatár, de Krisnastu Bhagavan Svayam, de ő maga az Istenség legfelsőbb személyisége, ami induló pont, eredet, forrás. Ez a lényeg. Uh-huh. Jó? Köszönjük. És van még egy kérdés Tomitól. Testi fogyatékosságom miatt sokat csúfolnak, és hiába próbálok úgy gondolkodni, nem a test az énem, folyton visszazökkenek abban a meggyőződésbe, hogy én ezzel a beteg testtel azonos vagyok. Mit tehetnék? Igen. Folytatni kell. Megint kell társulást váltani. Mert azok, akik lelki életet gyakorolnak, ők nem fognak csúfolni, mert ők gyakorolnak látni, vagy hogyha feletek látnak, hogy ő egy lélek, kapta ezt a testet valami karma miatt, de ezek a lelkek, ők fognak őt bátorítani. Csak folytat. Ne adjunk fel. Igen, ez egy jel, hogyha nekem fáj, mikor csúfolnak, ez jel, igen, hogy testi tudatban vagyok, de nem baj. Hát ez nem lenni testi tudatban, ez magas szint. Ez nem csak úgy hopsz, de nincs is más értelme most feladni, hanem oké, megértettem, hogy én testi tudatban vagyok, oké, álljak fel, menjek tovább, ne adjak fel. Addig csináljak, de akkor megint társulás. Fontos a társulás. Ez az azt jelenti, hogy nincsen lehetőség személyesen, nincsen, hogyha nincs lehetőség, mert messze lakok mondjuk a Budapesti központtól, vagy most épp Szegeden csináljunk ezt a felvételt, messze vagyok innen, onnan. Akkor van internet, akkor csak úgy társuljak. Akkor lehet valakivel kérni segítség személyes néha kapcsolatot, hogy vezessen minket, segítsen a lelki gyakorlatokba. Akkor használják ezt az interneti technológiákat, hogy így társuljunk. De ne adjunk fel, és ne kell elvárni, hogy holnaptól ne legyek
testtudatba. Uh-huh. Az egy szint. Ez a jó kis visszajelzés nekünk, ameddig fáj, mikor csúfolok, akkor még mindig tudom, na, akkor még nem vagyok azon ott szinten. Na, nem baj, csak folytassunk. Folytassunk, kérdezzünk, hogy kell csinálni, kérdezzünk útmutatásokat, és fog működni szépen. Köszönjük szépen, választ is. Megnézzük, hogy esetleg online érkeznek-e hozzánk kérdések. Jó. Nincsenek. Úgy tűnik, hogy most nem írtak. Rendben. Meg szeretnénk köszönni mindenkinek, aki kérdéseket írt. Sajnos ugye valamennyire behatároltak a lehetőségeink, lehet, hogy valakinek a kérdésére nem tudtunk választ adni. Azért próbáltunk legtöbbeknek a kedvébe járni, és a talán legtöbbeket érintő, vagy legérdekesebb kérdéseket kiválasztani a mai napon. Köszönjük a kérdésfeltevőknek, és köszönjük annak is, akitől a válaszokat megkaphattuk. Köszönjük, Bakti Pál Prabhu. Köszönjük szépen, mindenkinek sok boldogságot kívánok. Azt is kívánunk, hogy keresünk a lelki utunkat. És aki keres, annak azt kívánok, hogy megtaláljon. Hare Krishna.